A Nemzeti Örökség Intézete idén 8. alkalommal rendezte meg az emlékhelyek napját országszerte. A nap fő célja évről évre, hogy közelebb kerüljenek a nemzeti emlékhelyek a magyar társadalomhoz, a családokhoz és a gyerekekhez. Mindenki találkozhasson azokkal a helyszínekkel, amelyek a magyar történelemben kiemelkedő szerepet játszottak. A Nemzeti Örökség Intézete és a Pákozdi Katonai Emlékpark, mint az év emlékhelye kitüntetettje rendezte ez évben az Emlékhelyek Napja nyitó rendezvényét. Az ünnepen beszédet mondott Görög Viktória, az emlékpark igazgatója, Móczár Gábor a Nemzeti Örökség Intézet főigazgatója, Bán Attila a Honvédelmi Minisztérium képviseletében és a Történelmi Családok képviseletében, Batyán Schmidt Margit is. Az, hogy ma itt vagyunk Pákozdon, a Katonai Emlékparkban, annak az is a különleges jelentősége, hogy tavaly Pákozd volt az év emlékhelye. 2020 óta azokat a helyszíneket próbáljuk díjazni ezzel az elismeréssel, mely egy gyönyörű nagy herendi váza, akik különösképpen odafigyelnek arra, hogy az ő hétköznapi működésük mellett az emlékhelyként való működésben is példaadót nyújtsanak, szólítsák meg a családokat, a felnövekvő generációt, alkalmazzanak jó pedagógiai eszközöket, és próbáljanak meg más emlékhelyekkel is együttműködni. Hagyományőrző bemutatókkal, korabeli öltözeteket felvonultató divatshow-val és szakmai tárlatvezetésekkel, harci bemutatókkal is várták a látogatókat Székesfehérváron a Nemzeti Emlékhelyek napján. A hagyományőrző csapat, akik az egykori koronázó bazilika mellé települtek, középkort idéző sátrukkal, korabeli táborhelyet és életképet mutattak be a közönségnek korhű viseletben és felszereléssel. Az emlékhelyek napja kicsiknek és nagyoknak egyaránt kínált programokat Fehérváron idén. Délelőttől kezdve régészek és a Szent István Király Múzeum szakembereinek vezényletével zajlottak idegenvezetések a Nemzeti Emlékhelyek napja alkalmából a Romkertben. Az érdeklődők a koronázó bazilika építéséről és történetéről, de az itt megkoronázott vagy adott esetben eltemetett királyokról is hallhattak érdekességeket. Mindeközben korabeli mesterségekkel és viseletekkel is találkozhattak az érdeklődők a Nemzeti Emlékhelyek napján. Valljuk be, hogyha ide érkezik a látogató, csak falmaradványokat lát, és nagyon nehéz ezt neki kontextusba vagy egyáltalán elképzelni, hogy hogyan is nézhetett ki ez a templom. És ez a nap lehetőséget kínál arra, hogy még inkább próbáljuk meg bemutatni szakvezetésekkel, hogy hogyan is nézhetett ki a templom, illetve egy kis időutazást is tenni az ide érkező látogatók számára lehetőséget biztosítva, hogy abban az adott korszakokban hogyan is élhettek az emberek a mindennapjaikat, illetve milyen események is zajlódhattak a templom falai között. Eljött a pillanat, hogy hosszú bezártság után ismét nyitott kapukkal és egyedi alkotásokkal nyissa meg a kapuit a Pelikán Galéria. A Székesfehérvári Művészek Társasága tagjainak csoportos tárlata a 22. Kortárs Művészeti Fesztiválhoz kapcsolódóan adta meg az ívet, amelyben a képzőművészet fehérvári reprezentánsai műveikkel tettek hitet, stílusoknak megfelelően az alkotói szabadság mindenek felettisége mellett. A tárlatot mélyen szántó gondolatokkal Nagy Judit, a Szabad Színház művészeti vezetője nyitotta meg. Van, aki a kulturálisan vallási oldalról, néprajzi oldalról, vagy akár földrajzi oldalról, vagy lelki oldalról fogta meg ezt a témát. És én úgy gondolom, hogy nagyon érdemes megnézni, mert a sok színűsége, a sok rétűsége közben egy nagyon egységes, csoportos kiállítássá állt össze ez az anyag, amelyet én nagyon szeretek. A régmúlt gyógyszereivel, orvostudományával ismerkedhettek meg az érdeklődők a Fekete Sas Patika Múzeumban pénteken. Az ápolók világnapjához kapcsolódóan Szima Viktória kalauzolt el előadásával mindenkit a különféle gyógymódok világába az 1650-es évektől egészen a 19. század elejéig. Nyalat, labdacs, fehér semmi, egyebek mellett ezen szavak jelentését is megismerhették az érdeklődők. Ezek különböző égi gyógyszerformák voltak. Fehér semminek hívták, igen, a cinkoxidot. Ez a mostai babapopsi kenőcsöknek, bőápoló kenőcsöknek az egyik alapanyaga. Igazából azért kapta a semmi nemet, mert ugye nem nagyon reagál más anyagokkal. A nyalat pedig egy elektuárium elnevezésű gyógyszerformához kapcsolódik, amit cukrot tartalmazott, illetve gyümölcsnedveket, és ehhez keverték hozzá különböző erősebb hatású szereket, nyugtató hatású szereket, fájdalomcsillapítókat, például akár ópiumot is belekerülhetett egy-egy nyeletbe.
Kreatív foglalkozásokat tartottak szombaton az Aranybulla könyvtárban az újrahasznosítás jegyében. Az érdeklődők ezúttal borítéktáskákat és könyvjelzőket készíthettek a 2022-es Aranybulla emlékév hatalmas molinójából. Varrógéppel, vasalóval és tűvel dolgoztak a résztvevők, akik azt mondták, kifejezetten könnyű dolgozni ezzel az anyaggal, és miután egy hatalmas molinóról van szó, a következő időszakban egészen biztosan lesznek még hasonló foglalkozások is. Nem foszlik az anyagokkal ellentétben, amit az ember egyébként táskának használ. Nem foszlik, könnyen lehet varni. Kézzel nehéz, ez igaz. A keresztszemes minta az könnyű rajta, de inkább géppel varjuk össze a maradék a cipzárt bele.